Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, jöjjön Warframe, hogyan öljük meg az új Eidolonokat, név szerint a Gauntlistot és a Hydralistot, mert hogy végre kijöttek, és még mielőtt erre rátérek, nagyon köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, ott voltatok a livestreamen, ez nagyon jó esérzés volt, és biztosan veszem, hogy semmi köze nincs annak, hogy kisorsoltunk egy teljes boltpakkot, minden bizonnyal, ugye már. Úgyhogy, de mindenesetre nagyon köszönöm, hogy élveztük a játékot, jó kis stream volt. Na de, térjünk rá a lényegre. Hogyan öljük meg az új terrorlistokat? Milyen lehetséges setup-pal érdemes menni, esetleg fegyverekkel érdemes menni, és minél gyorsabban, minél effektívebben mindezt megtenni. És úgy nézzétek, hogy a livestream alatt, egy éjszaka alatt kétszer is meg tudtuk ölni a Hydralistot, tehát magyarul végigmentünk a Terraliston, Gauntliston, Hydraliston kétszer egy éjszaka alatt, úgyhogy nem lehetetlen, hogyha vannak OP barátaid. Ja, igen. Konkrétan ez történt. Na, jó, szóval lássuk, hogy mivel érdemes menni, egyáltalán hogy kerülünk oda, hogy ezeket a Gauntlistot és a Hydralistot megöljük, mert ezeket meg kell idézni tulajdonképpen. Szóval, elsősorban, ha leszáll az éjszaka, akkor oda kell menni Cetuson, Konzuhoz, tudjátok, az öreg csávóhoz, aki a bountikat adja, és ott meg fog jelenni kettő küldetés, és az egyik közülük az, hogy megölni a Gauntlistot és a Hydralistot is. Fölveszed a küldit, bemész playre, összehívod a csapatot, és nekivágtok. De még mielőtt belefognátok a nagy öldöklésbe, az egyik ember a csapatból, nálunk az Oberon volt az, a Trinity meg a Volt meg a Chroma, ugye ők a damage-esek, a Trinity nem damage-es, support életben tartja a Voltot meg a Chromát és önmagát, és addig pedig az Oberon, amíg a többiek szedik a shieldjét a Terralisnak, elmegy és keresi a drónokat, amelyek ugye a Vommalisztokból feltöltődnek és fogva tartják az Eidolonokat. Nos, a kicsihez, a Terralisthoz kettő darab lúr kell, a nagyhoz, a Gauntlisthoz három darab lúr kell, és a Hydralisthoz is, ha jól emlékszem, három darab lúr kell. Na most, ha ezt gyorsabban akarjátok csinálni, annyi darab lúrt, vagyis ilyen drónt gyűjtötök össze, amennyi csak lehet. Tehát, ha közelben van, amennyi csak lehet összegyűjtötök, és mert ugye minden elpusztított Eidolonnal a lúrok beáldozzák magukat, és kevesebb lesz. Aztán a Terralisnál, ha jól emlékszem, kettő áldozta be magát, úgyhogy kettő újat kellett hozni. A Gauntlisnál szintű, és mindig ki kellett pótolni, de hogyha minél többet viszel magaddal, akkor több marad életbe, és effektívebben gyorsabban tudtok dolgozni. Utána pedig ledaráljátok az első Eidolont, és az első Eidolon el fogja dobni ugye a különböző sárdokat. Na most fölvesztek minden sárdot, amit eldob, elmentek a tó közepére konkrétan, és a tó közepénél, mint egy oltárnál föláldozzátok, mert ehhez a Warframe isteneknek kell az áldozata. Na jó, vicceltem. Szóval föláldozzátok ezeket a sárdokat, és mikor ez megtörténik, akkor a vízből megidéződik először a Gauntlist, és másodjára majd a Hydralist. Na most, egy effektív csapat, ami ezt képes végigvinni különösebb akadály nélkül, de nem gyorsan feltétlenül, tehát kezdők is úgy van, hogy nyugodtan belevághatnak, megkóstolhatják magukat, tehát max nem tudják mind a háromt megölni, nem probléma, de úgy ki lehet próbálni, és egy effektív csapat, ami ezt jól meg tudja csinálni, és úgy gondolom, hogy úgy mindenkinek elérhető, leszámítva talán egy karaktert, az mi Oberonnal mentünk, aminek volt egy úgynevezett augment modja, ami a Phoenix Renewal névre hallgat, ez az augment mod konkrétan 90 másodpercenként, ha halálos lövést kapsz, akkor megakadályozza a tied és a csapatod halálát. Tehát az azért nem rossz, továbbá ugye az Oberon a kettes és a hármas képessége, ami segít az életben maradáshoz, ugye a kettes az extra armort ad, a hármas képesség folyamatosan tölti vissza az életet, de önmagába az Oberon nem elég, hogy életben tartsa a szapatot, de
egy nagyon egyszerűen megszerezhető karakter, és rettenetesen funkcionális és könnyű használni, mivel hogy ugye váltogatnod kell Tenno és Warframe között, az Oberon képességei ebből a szempontból nem igényelnek túl nagy figyelmet. Lerakod a kettes, a hármas folyamatosan be van kapcsolva, és Tennódat használod. A következő ugye ilyen karakter az a Trinity lenne, és ezen belül is a Bless Trinity, avagy a EV és a Bless egy kombinációja. Én magam jobban preferálom a Bless Trinity-t, mivel hogy azt vettem észre, hogy egy nagy csata, fényáradat és minden közepette, mindenre tudsz figyelni, csak arra nem, hogy elvézzél, és eleve, hogy a Trinity-nek viszonylagos sok feladata van, folyamatos blessre figyelni, társak életére figyelni, és még közel, ha be akar segíteni, mert pedig jó, ha besegít, lőni még a terrorist is, viszonylag sok munkát vesz igénybe. Tehát a két support karakter, ami az Oberon és a Trinity, azért kicsit meg tudnak dolgozni, hogy úgy mondjam, hogy a csapat életben maradjon, jól működjön és a többi. Jó, ha van nálad azért néhány energy plate minden esetre, mert nem mindig fog jutni energia. Zenurik ide vagy oda, főleg, hogyha a társak másfajta fókusz iskolát hoznak, és a Zenuriknak is elég maxosnak kell lenni az energia töltőseinek, hogy képes legyél ütemet tartani az energia élséggel. Na most, a következő két karakter, az egyik az nagyon, illetve ezek közül mind a kettő már nagyon jól bevált, és könnyen elérhető mindenkinek, az egyik az egy Volt, ugyebár a Volt Shield-en keresztül a Tenno ampok megnövekedett damage-et csinálnak, és ezáltal az összes Eidolonnak, Terrorisnak, Gantulisnak, Hydralisnak könnyebben tudjuk levinni az armorját. Na most, a következő karakter pedig ugye a Chroma lenne. A Chroma azért, mert buffokat tud adni nem csak önmagának, hanem a csapatának is, ezáltal a fegyvereink sokkal erősebbet fognak tudni sebezni. Tehát kettes képesség folyamatában be legyen kapcsolva, hármas képesség folyamatában be legyen kapcsolva, sebzi magát, tehát most már nagyon nem, de ha sebezve van a shieldje, akkor ugye buffot nyer, kettes képességgel buffot nyer, szóval a lényeg az, hogy az egész csapatnak tud egy buffot adni. Ha az egész csapat betömörül a Volt Shield közé, akkor a Chroma ellövi a 2-3-ast, és lehet, mondjuk a 3-as csak magának segít, de a 2-est ellövi, akkor az egész csapat kap egy buffot. Azért, mert a 2-es képessége a Chromának nincs túl nagy range-e, de srácok, nem lehetetlen kihozni egy nagy range-et. Az egyik srác nálunk a klánban, a Hunter, az fogta 190 range és 235% erejű Chromával jött. Egy problémája volt, hogy az effektivitás 45% volt, de nem volt probléma, tehát livestream közben nem panaszkodott energiáért, valószínűleg playtestünk is, semmi izé, de volt energiája, és a Chromának igazából csak akkor kell energia, és csak arra kell ugye, hogy felbuffolja a csapatot, de 36 méteres range-en buffolt ezt a csapatot, szóval ha valaki le is maradt arról, hogy a Volt Shield mögül lője azt a szerencsétlen Eidolont, akkor biztos voltunk abban, hogy a Chromának a buffja az elér hozzá, ahhoz az illetőhöz is. Úgyhogy ezáltal a Volt Shield keresztül, Chroma buff keresztül, és ugye a két support karakter életben tartásán keresztül rettenet gyorsan tudtuk leszedni az Eidolont. Legalábbis a gyorsaság nem feltétlenül annak köszönhető, de a csapat együttműködése az jó volt. És azért mondom, hogyha kezdőbbek, vagy azok, akik még nem próbálták az Eidolont leölni, akár randomokkal is, ha mennek, ha valamelyik karakter megvan ezek közül, akkor minden bizonnyal befittelsz a csapatba, csak ügyelned kell arra, hogy amikor a te szereped jön a játékban, akkor az megtörténjen. Szóval a Trinity az egy ilyen folyamatos, folyamatosan kell blesszelnie, folyamatosan kell ellátni az embereket úgy életben tartással. A Vóban is, bocsánat, Vóban, az Oberon is egy ilyen, ugye folyamatosan lent kell legyen a Hallowed Ground, főleg akkor lent kell legyen a Hallowed Ground, hogyha lelövik egy alkatrészét bármelyik Eidolonnak,
akkor ugye kijön belőle ez a magnetik sebzés konkrétan, és akkor, hogyha lent van, az extra armoré kevesebb élet megy le, közben a Trinity rá tud erre még blesszelni, mielőtt elfogyna az energiája a magnetik sebzés miatt, úgyhogy életben lehet teljesen maradni. És ugye, ami a kromát meg a voltot illeti, volt is folyamatosan dolgozik, és rakja le a shieldeket, mindig egy igyekszik egy jó szögben lerakni a shieldet, hogy könnyen oda jusson mindenki, és tudják sebezni az Eidolonnak a shieldjét, vagy netán, amikor oda kerül, hogy a testrészeit lelőni. És ugye a Chroma az ebben a szempontból egy nagyon jó időzítő kell legyen, hogy amikor szükség van, elnyomja a buffot, és amire oda kerül, hogy lövés, addig mindenki ott a buff, és egy lövés, max. Két lövés. Na most a fegyverek, amikkel ezt érdemes csinálni. Jó, ha van egy Riven modod mindezekbe, de ha nincs, nem probléma. Meg lehet oldani tökre egyedül is. Nos, Eufona Prime elég effektív tud lenni, de akinek még nem farmolta ki az Eufona Prime, azt mondom, hogy Pandero elég effektív tud lenni. És ezek abban az esetben, hogyha nincsen rájuk rivel modok. Ha erre a kettőre van rivel modod, akkor kurvára minden kurva erős leszel. De hogyha nincs rivel modod, akkor Pandero vagy Eufona Prime mind a kettő hatalmas segítséget tud nyújtani. Ha mindezt a sebzést egy kicsit meg akarod boostolni, akkor viszel Smith a kavatot például, és már el is van rendezve a dolog, hogyha persze, ha makkod van, és pont akkor kapod meg a crit bónuszt, amikor lőni kell a testrészét, de azért mit tudom én, négy testrészből kétszer megesett, hogy pont akkor kapod meg, és akkor dír. Ráadásul a Gantulisnak hat testrészét kell lelőni, úgyhogy megesett, hogy többször megkapod azt a buffot, nekem is lives közül sikerült megkapni, és már amikor volt esélyem arra, hogy meglőjem azt a szerencsétlen testrészt, akkor effektív damage-et lehet csinálni, mert amúgy a Chrománál nálunk, meg a volt nagyon geci erős, Riven moddal ellátott fegyverek voltak, hogy konkrétan egy max két lövés voltak azok a bizonyos testrészek. Szóval a Riven modos fegyver kurva jó, erre a dologra, de nincs pánik, mert tényleg le lehet szedni, és ezt láthattátok már nem egy streamenben, Riven modos fegyverek nélkül is, és teljesen ilyen amatőr csapattal is a legalább egy Eidolont egy este alatt, hogyha már az már teljesen kezdőnek kell legyen a csapat, de javaslom, amikor közeledik az éjszaka, akkor clan chaten vagy akár random regionális chaten keresni olyanokat, akik már így eleve vadásszák, és ha beírod konkrétan, hogy mire van szükséged, akik már eleve vadásszák az Eidolonokat, azok érteni fogják, hogy mit, miért, és teljesen működőképes lesz a dolog. Úgyhogy mindenkit bátorítok erre, mert jelen pillanatban a Warframe-ben, hogy kiveszik a raideket, és az endgame-et ennyire le akarják szorítani, és az elkövetkezendő damage 2.5, aminek kinéz egyelőre természetesen, aminek kinéz, úgy érzem, hogy az Eidolon vadászat lesz az egyik legmókább dolog, és legyünk őszintén, tényleg móka, szóval nem kell túlzásba vinni, nem kell minden nap, órába ezt megcsinálni, és mindig ott lenni, mert nehogy már unalmasra váljon, de mondjuk, hogyha minden két nap fogsz neki, és egy kis Eidolon vadász, akkor úgy élvezetes, úgy jó, meg úgy küzdelmes, szóval mi beszéltük ott livestream-en, hogy hát kihívás volt? Hát nem volt kihívás. Persze nem volt kihívás, amikor OP fegyvereid vannak, és tényleg egy-két lövéssel intézed a dolgokat, és egy összeszokott csapat vagyunk, akik érted, nagyon nem is kell beszélnie már, mert nem is beszélgettünk arról, hogy energy, hogy csak ott, amikor kötelező volt, szóval egy összeszokott csapat csinálja ezt kurva OP fegyverekkel, akkor semmi nem kihívás a Warframe-en belül, de viszont, hogyha még egy tapasztalatlan csapat fog neki ennek, akkor ez egy kihívás lesz, és egy bizonyos darabig mindenképp egy endgame. Szóval azt mondom, srácok, hogy hajrá, vágjatok bele, mert ez most még móka. És addig, ameddig minden játékos ezt így meg nem szokja, és át nem alakulnak a szokások, addig mindenképp móka. És ami a jövőt illeti, én valami olyasmi képet látok, hogy amikor már innen egy évre, amikor már mindenkinek a tenója, az ampjai kész vannak erre a csatára, meg minden megesett, hogy már volt se kell
meg megesett, hogy már majd Chroma sem kell, csak éppen egy Trinity, hogy életben tartsa a csapatot, vagy valami, mert hogy az ampok annyira erősek lesznek már, mindenféle árkénnel bennünk, szóval eleve a tenók megerősödnek, és sokkal jobban fogják bírni a dolgokat, és átalakulnak a csapatok. Egyelőre ez egy nagyon jó setupnak látszik. Amit az emberek szeretnek még vinni, az a Hero, mert a pillanatban, amikor az Eidolon kibocsátja a magnetik sebzését, akkor ugye a Hero ellöki az UTR-t, és az a 10 másodperc, amíg a magnetik sebzés megy, az pont az a 10 másodperc, amíg a Hero ultia tart, de ahogy mi észrevettük, benyelünk egy kis damage-et, de az Oberonnak a halott gránya és a Trinitynek a blessze a kettő együtt nagyon jó párost alkot, hogy életben tartsák a csapatot. Nos, srácok, így lehet leölni, ne felejtjétek, jön az este, fölveszitek a küldetést Konzunál, megölitek a Terralisztot, felveszitek az összes sárdot, elmentek a nagy tóhoz, a közepére beáldozzátok a sárdot, és megjelenik a Gauntlet, leölitek sárdokat, beáldoztok, megjelenik a Hydralisk, leölitek, boldogok vagytok, kurva sok lootot ad, és megéri, tehát ha a hármat leölöd egy éjszaka alatt, a napi repud a Quill Standingnél megvan. Tehát a napi repud megvan. Hogyha még egy éjszakát lejátszol, a holnapi repud is megvan, szóval teljes mértékben megéri loot szempontjából vadászni az Eidolonokat. Na most hát tényleg ennyi. Várlak titeket szeretettel a következő livestreamen. Valószínűleg most vasárnap, nem lehet két hét múlva vasárnap. Nem tudom, hogy meghagylak titeket a homályban. Remélem tetszett a videó. Dobjatok egy lájkot. Következő, ja igen, Discord szerverünket használjátok egészséggel. Megtaláljátok link a videó leírásában. Ha kérdésetek van, Necrocream Facebookon kérdezhetitek. A következő videóig. Sziasztok!